Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a képen látható motorvonatot, a Stadler Flirt motorvonatot fogom nektek bemutatni. Elsőnek kezdjük egy kis történelmi háttérrel. A Stadler Flirt motorvonatok 2007. március óta szolgálnak a hazai vaspályákon, összesen 123 darab van belőle a MÁV flottájában, és ugye elsőként ezek itt a képen látható piros motorvonatok érkeztek, először 30 darab, majd az opcionális 30 darabot is lehívta a MÁV, így az első 60 darab az ezekből a pirosakból került ki. Utána 2012-ben döntés született, hogy akkor egy újabb adagot lehívnak, 42 plusz 6 darab érkezett 2014 őszétől 2015 őszéig a MÁV-hoz, illetve 2015 nyarán egy újabb 21 darab került lehívásra, így jön össze az összesen 123 darab jármű. Ugye ez a motorvonat, ez a Magyarországon legnagyobb darabszámban jelenleg futó motorvonat per pillanat. Ugye ezek a flörtök nagyon jó üzemkészséggel rendelkeznek, nap mint nap láthatjuk szinte majdnem minden elővárosi vonalon őket, gyakorlatilag még akár a vidéki nagyvárosokba is eljuthatnak, ugye hát az nem a fő felhasználási formájuk a távolsági személyvonat, de ettől függetlenül a MÁV járatja őket, ugye nyáron a Balaton partján is lehet velük találkozni, úgyhogy eléggé széles a felhasználási körük. Ezek a motorvonatok gyárilag 74 méter hosszúak, 160 km per óra sebességre alkalmasak, 124 tonna a legnagyobb tömegük, és ami nagyon fontos, az a teljesítményük, illetve a gyorsulásuk, ami lehetővé teszi azt, hogy nagyon rövid távon nagyon nagy sebességre is képesek fölgyorsulni, ezért kifejezetten alkalmasak a elővárosi forgalomra, gondoljunk csak bele, hogy 0 és 47 km per óra között 1,2 méter per másodperc négyzetes gyorsulást tudnak, tehát igazándiból pont azokon a helyeken, ahol sűrűek a megállóak, nagyon jól lehet velük tartani a menetrendet, illetve kihasználni a sebességüket. De akkor térjünk rá a képen látható motorvonatra, magára a modellre. Ugye ezt a modellt, ezt 2011-ben adta ki a Lilliput. Elsősorban annyit kell róla tudni, hogy nem csak a gyártó, hanem a Model & Hobby is benne volt ebbe a kiadásra. Az ő külön kiadásuk volt, 250 plusz 250 darab ilyen piros flirt. Ez úgy nézett ki, hogy a képen látható 31-es pályaszámú járműből volt 250 darab, ugye ez már a MÁV Start logós és a H-Start feliratos, illetve volt még a 005-ös pályaszámú, azon még a MÁV logó volt, és H-MÁV volt rajta a felirat. Úgyhogy összesen 500 darab jármű készült így el. Ezeket a motorvonatokat nem is tudom, hogy meddig, de szerintem ilyen 2013-2014-ig azért lehetett kapni a boltokba, tehát annyira nem kapkodták el őket, pedig meglehetősen baráti áruk volt, 65 ezer forintba került itt a képen látható motorvonat 2011 őszén, amikor megvettem a boltba. Nem minden arany, ami fénylik, így hát ennek a flirtnek is vannak bizonyos kompromisszumai. Az első kompromisszum az itt található a WC-s részen, ugyanis ez igazándiból ennek így fordítva kéne lenni a... Ugye gyakorlatilag ez egy svájci motorvonatnak az átfestése, és ezért valószínűleg a gyártó nem módosított ezen a szerszámon, ezért ez a része, ez így maradt így. A másik kompromisszum az talán itt látszik a forgóvázak környékén található. Föntről annyira nem hangsúlyos a dolog, de hogyha oldalról alulról megnézzük, akkor látszik, hogy azért jelentősen egyszerűsített forgóvázról beszélünk, messze nem olyan kidolgozott, mint mondjuk egy Acme mozdonynak a forgóváza, de még a Rocco-ét se írja el, hát ez inkább a Pico hobbi kategóriás forgóváznak felel meg, ugyanez igaz itt a, talán jobban látszik a
Jakobs forgóváz itt a jármű között, hogy hát igen, azért ez eléggé elnagyolt darab. Magának a motorvonatnak egyébként a felépítése, mind ahogy itt láthatjátok is, az úgy néz ki, hogy szétszedhető. Ilyen kis speciális forgóvázakon található tűs kapcsolókkal kapcsolódnak ők egymáshoz, és akkor ezeket lehet így összedugni, illetve hát össze lehet őket csavarozni, ott van egy ilyen kis csavarmenetük, meg vannak jelölve, tehát a B-hez tartozik, a C a D-hez, az E pedig az F-hez, tehát így sorba vannak megjelölve. Ez azért is fontos, mert gondolom itt a áramátvezetést, ugye, ahogy itt megoldották ezeken a kis kábeleken, nem mindegy, hogy milyen sorrendben milyen funkciók vannak. Ami még érdekesség ennek a motorvonatnak, az az, hogy a hajtása. Ugye itt látjuk, itt van egy tapadógyűrűs forgóváz, az úgy van megcsinálva, hogy a motorvonat két végén, mind az igaziba is, itt van egy motor, és itt van egy motor. Tehát egy gyakorlatilag két motoros rendszerről beszélünk. Egy picit furcsa választás volt ez így szerintem, mert gyakorlatilag ezek a motorok össze vannak kötve, és a mozdony dekóder az, ami ugye arra van kitalálva, hogy egy motort vezéreljen, ezzel a két motorral kell megküzdenie. Két nagyon pici motorról van szó, ráadásul nagyon pici rajtuk a lendítősúly, és hát huzamosabb távon azért hajlamosak ezek a motorok tönkre menni is. Ráadásul olyan az áttételezése, hogy lassú menete gyakorlatilag nincs. Bemértem a train controllerrel, teljes gázon ilyen 300 km per órás modálsebességnek felel meg, amit tud a mozdony, illetve amit tud a motorvonat. Gyakorlatilag lassú menete az pedig nem létezik, tehát elég szerencsétlen választás volt a gyártó részéről, egy másfajta áttételt kellett volna választani ehhez a járműhöz, még hogyha lefelezték volna az áttételt, akkor is bőven elegendő lett volna a 160 km per órás modellsebességhez, és akkor lett volna esély rá, hogy valami minimális lassú menetet kapjunk. Továbbá valószínűleg kevesebb terhelés érte volna akkor a motort, ami ugye ezeknél a járműveknél egy kritikus pont. Svájci modellezők is rendszeresen panaszkodnak rá, hogy viszonylag hamar tönkre tud menni. Az én példányomban még az eredeti motorok vannak, vigyázok is rá, nem is járatom annyit, pont emiatt. Nagyon nehéz beszerezni hozzá pótalkatrészeket, és elég drágák is ezek a pótalkatrészek, amik vannak. Szóval hát egy elég felemás modell. Tényleg egyébként annak idején az ára az nagyon best of volt. Annyiért nem is csodálom, hogy ilyen kompromisszumok vannak benne. Sajnos viszont azóta ugye belőle nem kapható, nem készült második széria, nem készült el kék széria sem, nem készült el olyan széria, amin ugye már nem az 5341-es pályaszám van, hanem a 415-ös, de még piros. Nem készült gyeseves se, semmi nem készült, ebből ez az 500 darab van, amit annak idején legyártottak, és azóta várják a modellezők, hogy esetleg lesz belőle valamikor egy újabb eresztés. Visszatérve magára a modellre, formailag szerintem nagyon jól eltalálta a gyártó a járművet. Az látszik, hogy mivel ugye a tetején elég sok minden kis bizbasz van, erre eléggé odafigyelt, ugye innen látjuk legtöbbet a modellt. Tamponált kis mindenféle alkatrészek, festés, kis filigrán kis dolgok vannak itt a tetőn, ugye klímaberendezés, itt az elején itt vannak ugye az elektromos dolgai a mozdonynak, szellőzők, stb. Ezeket nagyon szépen kidolgozta a gyártó, úgyhogy fölülről nem nagyon lehet rá panasz. Az oldalán ugye hát túl sok minden nincs, tehát az igazi járműnek is gyakorlatilag teljesen sík az oldala, síkan benn vannak az ablakok. Nagyon szépen megoldotta azt, hogy ilyen kis füstszürke ablakokat rakott be, és hát a feliratozása se lehet szerintem
szót emelni a gyártó ellen, az is meglehetősen jól sikerült. Itt a kis motorvonat elején pedig szintén jól eltalálta a formákat. Egyébként ez a picike tükör azt hiszem kihajtható, én most nem feszegetném, de kihajtható, illetve az ablaktörlő is egy külön kis műanyag elemként került föl, illetve itt van ugye a kis kapcsoló szerkezet. Egyetlen hátránya, hogy ez fix, tehát hogy ez nem olyan, mint a Pico Desiro-ba, hogy esetleg össze lehet kapcsolni kettő darab ilyen motorvonatot, és lehet szinkronban járatni őket. Ez egy fix kapcsoló szerkezet. Egy ismerősöm megoldotta azt, hogy ezek tudjanak párba is járni, de hát eléggé macerás feladat. Úgyhogy hát így néz ki maga ez ugye az egyik motoros vég. Ami egyébként nekem egy picit szívfájdalom, az az, hogy a gyártó ugye annyira csak egy átfestést készített el, hogy az áramszedők, azok maradtak a svájci áramszedők, ez a nagyon-nagyon durván keskeny palettás svájci áramszedő, ugye ott náluk azért ilyen keskeny, hogy a kis keskeny alagutakba elférjen a dolog, úgyhogy hát ha ezt felső vezetékkel szeretnénk járatni, akkor a kígyózást ennek függvényébe kell kiépíteni, és nagyon oda kell figyelni, főleg az ívekbe, mert hajlamos azért ez a kis keskeny áramszedő úgy kiugrani a vezeték mellett. Egyébként nem egy olyan rossz darab, én próbálgattam a régebbi telepasztalomon is így egyenesben, egész jól működik, de hát nem ez lesz az a jármű, amivel folyamatos felsővezetékes üzemet fog az ember fenntartani a terepasztalán. Egyébként itt maga a kocsi alja az egy ilyen sima, egyszerű, teljesen sík dolog. Magának az igazi járműnek sincs túl sok minden ugye itt az alján, pont azért, mert alacsony padlós ide a tetőre kerültek a különböző dolgok, ugye a klíma, meg az egyéb ilyen segéd berendezések. A belseje a járműnek kidolgozott, egyszínű ilyen kék kocsi belső van benne, illetve gyárilag rendelkezik belső világítással is. Számomra egy picit furcsa volt, mert ilyen sárgás ledet raktak bele. Ugye az igazi motorvonatban ott ilyen hidegfehér világítás található, ezért egy picit fura volt a számomra, de aztán megnéztem egyszer-kétszer itt nálunk, hogy éjszaka hogy néz ki, és tényleg ugye az a trükk, hogy ugye a kis füstszürke ablakokkal, meg a sárgás leddel egész jól visszaadja azt, amit ugye kívülről mi látunk a motorvonatnál. Ugye belülről a flörtnek a falai azok sárga színűek, és meglepődtem, hogy mennyire sárgás tulajdonképpen kívülről szemlélve a motorvonatnak a világítása. Úgyhogy sokan felhozták, hogy ez így ki kell cserélni hidegfehérre meg minden, és hát tényleg, hogyha beülünk a járműbe, akkor onnan igen hidegfehér a világítás, de kívülről azért, mert ilyen szürkék az ablakok, meg sárga a motorvonatnak a belső fala, ezért inkább sárgásan látjuk azt a fényt. Úgyhogy hát az ilyen kis érdekesség csak. Alapvetően egyébként szeretem ezt a kis járművet, nagyon jól üzemel nálam, eddig komolyabb problémája nem volt, viszont hát tényleg azért ez se egy tökéletes modell. Mondom, a gyártó azért bizonyos esetekben, bizonyos helyzetekben azért láthatóan takarékoskodott, spórolt, ugye a forgóvázon, illetve ugye más berendezéseken nem készítette el exaktul magát a motorvonatot. Igazándiból nekem a legnagyobb fájdalmam az, hogy nem volt belőle folytatás, nem készültek belőle kékek, nem készült belőle gyeseves, ki tudja, talán majd egyszer lesz belőle, illetve az, hogy hát a Lilliputnak az alkatrész utánpótlása az nem a legjobb, nem a legegyszerűbb utánpótlás alkatrészeket szerezni ehhez a járműhöz. Ugye alapvetően ebből a kis
motorvonatból gyakorlatilag bármelyik budapesti elővárosi szerelvényt kiállíthatjuk. Igazándiból ugye ebben a festésben, ebben a feliratozási formában ugye 2007 és 2012-13 között futottak, nem tudom, hogy a 031-est mikor keresztelték át, ugye 53-41-esből 415-ösbe, de hát nagyjából egy ilyen 6 évet lehet ezzel így lefedni. Hogyha kevésbé figyelünk arra, hogy most akkor itt 415 van, vagy 53-41, akkor egyébként a mai napig közlekednek ilyen piros festési variánsban ezek a járművek, már nincs sok belőlük, az a néhány is eléggé megfakult állapotban fut, de 2021-ben is van még piros flörtünk, tehát hogy eddig mellé lehet tenni egy éppen aktuális 6. korszakos járműnek is nyugodtan szerintem. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést. Kommentbe írjátok meg, hogy nektek van-e esetleg ilyen flörtötök, illetve hogy álltok ehhez az egész témához. Jó lenne ebből kék verzió, jó lenne ebből esetleg gyeseves verzió. Mi erről a véleményetek? Sziasztok!